Szerelem, szex, gyengétség. Ajaj. Ajaj, ez az, megvagyunk. Megvagyunk. Szexuális tanácsadás következik. Varázsold el a szerelmedet. Quality streams every day. Szarok bele, érted? Hát nem is mondom, de el tudjátok képzelni, ugye mindenki el tudja képzelni, hogy miket lehet belesütni egy szerelmes tésztába. A jó ízlés határain túl. Akkor az ágyékos rizsről inkább nem mesélek. Andrew, most fejezd be, nagyon csúlyos. Ágyékos is. Na, DMGV Maging, ne kímélj bennünket, hogy ott Ázsiában mi a szokás. Na, hát az ágyékos is annyi, hogy a keleti asszonyság a gőzögű rizses fazék fölé guggol. Már állok is neki. Minek az ágyékos rizsnek? A magyar hagyományok szerencsére tele vannak nagyszerű rituálikkal és mágiával. Tudtad például, hogy a pirosra festett szerelmes szimbólumokkal díszített tojásoknak is varázslatos hatásuk van? Ez egy igazán szupermenő program. A tojásfestés. Így két legyetű tetsz egy csomásra. Ha jönnek a srácok, lesöpödni csak egy Csak... Jaj, Istenem. Jó, tehát csak a kiszemeltednek adhatod a művedet. A nagy péntek este lefív. Nem bírom. Előveszed a pippele tükredet, és belemondod, mutasd meg nekem ma él azt, aki majd elrabolja a szívemet. A tükör meg visszaszól, Dick. Dick hány óra? Igazi finom fújka szalámi. Rámész a szexhirdetés, ez nagy pulyka szalámik vannak. Istenem. Nagy pulykázások mennek. Várjál, csajozási tippek visszahúzódós rásznak. Visszahúzódó vagyok, és van egy lány, akivel egy éve szemezek. Soha életemben nem szemeztem még senki, hanem hogy egy évig. De ő ezt nem veszi, nem akar részvenni. És gondolj vele, hogy valaki ül veled szembe egy éve is bámul. És ez egy boldog kapcsolat lesz. Ad egy, ne légy visszahúzódó, ad kettő, tedd magad érdekessé számára, vállalt fel ki vagy, és legyen nyámnyira, a lányok számára jó fiúk, nem érdekesek. Így van, menj oda, bazd nyakon. Egy éve nézlek, Rozi, egy éve nézlek, érted? Egy éve, azt rám se hederítesz. Az érdekes lesz, hogy követni kell az egyszerű módja, hogy... Módja van, én annak idején fogtam, elvettem a táskát és hazáig kísértem. Lacus, bazd meg. Ez kő, kemény, érted? Kiraboltad, majd haza kísérted. Így volt? Ez kemény. Nekem a buszsofőr keresztapám volt, ő neki szóltam, és hazavitte nekünk a lányt saját lakására. Hát Lacus, azért te, a Rokkó vagy te, a masína, érted? Ez kegyetlen, ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire belenyúlunk. Akkor még a BTK-n nem volt gondolva. Tessék, tehát, hogy azért érted, mondod, hogy engem nézel, de azért én tanítok is neked dolgokat, érted? Most már tudod, hogy ne szólíts el le lányokat, mert nem úgy kell, hanem fogod,
meghúzod a haját, elveszed a táskát, és utána hazakíséred. Na, mondod, csak akkor adod neki vissza, hazakíséred. Ne törődjél vele, hogy majd a rendőrkapitányságon végzed, de nem probléma ez. Cső, köcsögök, hozzatok már egy kávét, ne mondjam már kétszer, én asom, hozzá már egy kávét, hallod? Kurva gyorsan. Mozogjál már, bazd, de most komolyan? Ne arra nézzél, itt ülünk, nem látod, hallod, itt ülünk, hogy hívnak? Itt ülünk, bazd, komolyan már. Vagy te nem is itt dolgozol, vagy mi a fasz van? Beöltöztél pincérnek? Na, gyere már, csaja vagyok, megy az idő, bazd meg. Jön a busza, érted? Hogy? Csá, bástya, csá, ezé, pacsi, dobáld az ezreseket, legyél kajak csávú, legyél. Szerintem ezt így kell csinálni. Hülye gyerek, rendelik, szerinted mi a fasz ülünk itt? Figyelj, az van, odamész, elkapod. Érted? A száj ez nem jön be, akkor a felesleges az 58 perc utána már. Figyelj a testére és a testedre, mi? Nem fogok most egy metakommunikációs tréningbe kezdeni, hát nyilván már nem tudnál. Fontos, hogy megnézd a lány testhelyzetét, ha lehet, tükrözd. Érted? És hát nem tudják, hogy a vállalkozás abból áll, hogy mondjuk itt rögcsik élek. Tehát, hogy... És, tehát ezt nem tudják a tisztelt vezérigazgatóról, hogy a vállalkozás az ez. Én nem őt nevettem egyébként. Nem őt nevettem, érted? Na. Úgy volt, hogy a Vanokszal beszéltük a karaktert, és akkor elmondtam neki, hogy mi a helyzet, és hogy valahogy Kornél köz szépen az 50-et lehet példát venni kis Kornélról. És úgy volt, hogy beszéltük, az Aldiba volt, a Lidőbe voltam, de sírtam a rögést, amikor meséltem neki, hogy hogy lesz a karakter, ő is rögött, én is, és akkor neki jut az eszébe, hogy mi lenne, hogyha Tibit megszivatnánk, a Murphyt megszivatnánk, hogy Miki helyett már Tibi lenne, hogy még a nevét se tudja. Átvisítottam, és végül is ugye az lett, hogy Vanox átírta a nevét. És hát ottan, na, onnan ti is tudjátok, hogy mi volt. Anti. Nem, apa volt Tibi. De Antikám. Biztosul. Antikám, mondta, Miklós, én vagyok a Miklós. A Dudás Miklós vagyok. Anti. Te Tibor vagy, hát hihetetlen. Apu volt Tibi. Megváltoztál az úton? Nem Tibi vagyok. Mehetjünk akkor. Basz, még miért vagyok, Dudás? Igen. A fasz írta el, tanem. Ilyen Windows-okat hát, ahol kell, most már megyek az önkormányzathoz, a Freckkel beszéltem. Uh-huh. És honnan szereztem a gazdát? Hogy a faszomba vagyok, Tibor? Berlinből hoztam ilyen, tudja, lomtalanítás volt, és egy céget felszámoltak, és akkor onnan hoztam a... Szóval meg a kis táskába. Milyen engedélye, hogy CD legyen otthon nekem? Nem uram, hát most haladod, hogy valami... Már most akartál, hogy csinált. CD-n vírus, azért maga nem szoftverüzemeltető, ugye? Egyáltalán. Te Anti. Anti nagy baj van. Micsoda? Elhustam a... Hát, elhustam a pusa még a csomagot. Aztán már vagyok ilyen pillanat ebben a szituációban. Bár... Hogy néztünk ki? Azért mondtam, hogy ezzel kapcsolatban az, hogy ilyen a... Köszönöm.
ti elhoztam a füzet. Elhoztam aztának a szemét, azt mondja, hogy miért van ki. Nem tudom, aki össze foghatom a nyújéval. De a nyújé is nálam van. Nem tudom, Antti. Nem tudom. De hogy történt ez? Mi lesz, Antti? Úgy kell élni, mint a puk. Hát ne így áll azért. Fú. Apu, tudod, hogy egyszer elhívott téged? Tudom, Antti. Tudom, úgy vásároltak vissza. El kellett szegődnöd. Jársz karajenőre. A sejnek mellé. Ne is mondd, Antti. Nagyon rossz volt. Gyertél, mint a hidrobakterázó. Igen? Úgy volt. Sikerült megbeszélni itt a kollégával, itt a szakmai tudásunk. Úgy volt. Isten, te! Hát ez pusztulat volt. Oh,